substancia. Amikor halljuk ezt a szót, ez egy latin szó, ez annyit jelent, a lényeg. A lényeg, mindennek a lényege, a substanciája. A mai fogalmaink között én ezt úgy tudnám meghatározni, teremtő információ. Mindennek a lényege. Egy kedves agrármérnök barátom egy kémikus professzort kérdezett meg, hogy a Mendelejev táblázatban miért úgy vannak az elemek, ahogy vannak? És a professzor úr elmondta, hogy azért, mert minden elemnél egyel több proton, meg egyel több elektron van. Hidrogénnek van egy protonja, egy elektronja, héliumnak van két proton, két neutron, két elektron, aztán a következő elemnek három proton, három neutron, három elektron, és így tovább. És a barátom megkérdezte a professzor urat, és ennek miért van kettő, és annak miért van három? És a professzor így válaszolt. Hát mert a jóisten így akarta. És ez az igazság. Erre nincs tudományos magyarázat. Erre csak tudományon túli magyarázat van. És egy kétségtelen van, aki mindezt tudja. Az pedig a teremtő. Minden antik filozófiai rendszer használta a szubstancia fogalmát. Minden változó és változatlan dolognak, jelenségnek a belső lényege a szubstancia. Bárhogyan változik egy dolog, egy anyag, a lényege, a szubstanciája megmarad. Mint ahogy, amikor az ember leszületik, megérkezik a lényegünk, a szellemünk, testet ölt. Megszületünk, leélünk egy életet, visszaadjuk az elemeket a Földnek, ahonnan vétetett, és a szubstanciánk, a lényegünk visszaszáll a mennyekbe. Majd a szubstancia újra lejön és újra testet ölt. Mi ez a szubstancia? Mi ez a lényeg? Ez csak a jóisten tudja. Ez a szellemünk. A szellemünket az Isten teremtette. Önmagában. A szubstanciánk oka és alapja nem másban, hanem saját magában keresendő. Mátrix nyelven teremtő információ. A megismerésnek egy teljesen új formáját adja ez a bizonyos látásmód. Egy új rátekintés a világ valamennyi dolgára, teremtményére és saját magunkra. Az alkotások, minden, amit a Földön látunk, ami teremtmény, egy belső szellemi aktivitásról tanúskodik. Ezeket a belső aktivitási formákat információs mintáknak is szoktuk nevezni. Nem véletlenül, hogy egy a világon található réti boglárkák egy mintára lettek megalkotva, vagy éppen a katicabokár, vagy éppen az ember is. Van egy mintánk, és ennek a mintának számtalan megnyilvánulási formája. Az anyagok lényiségét, vagy szubstanciáját, vagy szellemét, ahogy tetszik, a teremtő információk képesek megidézni. Olyan ez, mint egy szellemidézés. És a megidézett szellem képes testet ölteni. Több mint 100 évvel ezelőtt éltek a nagy misztikusok Európában, Goethe, Rudolf Steiner, fantasztikus szellemi hagyatékot hagytak hátra, és az elmúlt 100 év során semmilyen új teremtő eszme, amely igazolható lett volna, nem keletkezett.
ha Matrix Drops a teremtő eszméjével indul újszerű, művészi útjára. Hangsúlyoznom kell, ez egy művészi út, hiszen maga a Matrix filozófia, és nem tudomány. Miként a kezünk csak eszköze az eszmének, ami egy művész kezében él, ugyanígy a programozott vizek lényege nem a cseppekben van, hanem azok körüli lényszerűségben rejtőzik. Minden, ami isteni, lényszerű. Lejön a lény, testet ölt, majd elenyészik, és visszakerül a lény. Lényszerű, szellemszerű. Azok a dolgok, amelyek tudomány által születnek, meggyártják, gondoljunk itt egy műanyag üvegre, vagy egy műanyag szimeringre, a tudomány meggyártja, és itt marad. Nem volt lénye, és nem lesz lénye. Ami lényként jön, és lényként megy, ez annak a létezőnek a lényege. Amit a tudomány nagyon gyakran előállít, lénytelen, lényegtelen, és itt marad. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Minden, ami lényi, isteni, szellemi, jön a világunkba és távozik. És most gondoljunk a műanyagokra. Tudományosan képződik, nincs lénye, nincs lényege, és itt marad. Gondoljatok bele, több mint 45 ezer éve él ember a Földön. Régészek ásnak, kutatnak, találnak egy cserépedényt, egy falmaradványt. 45 ezer év távlatával. A mai embernek, ha 100 év alatt megalkotott lényegtelen dolgait majd mondjuk 500 év múlva elkezdik kutatni, mit fognak itt találni a Földön? Szeméttelepeket? Hogy tudott élni a civilizáció 45 ezer éven keresztül, hogy semmi szemetet nem hagyott maga után? És mit tett a mai civilizáció az elmúlt 100 év során, hogy lény nélküli, lényegtelen dolgokkal árasztotta el a közönséget? Amikor valaki egy Matrix Drops-ra trekint, nézi az üvegét és a vizet, ami benne van. De a lényege a körül van. A kristályok információs terével előállítottunk egy olyan teleportációs dimenziókaput, ahol az anyag lényisége, vagyis teremtő információja szabadon áramolhat. A Matrix Dropsok által tárolt anyagok információs mintái tetszés szerint testet ölthetnek fogyasztójukban úgy, mint rendező elv, illetve belső szellemi fény. Módszerünk a teremtés ősforrásához vezet vissza. Az igazság keresésnek egy művészi módszere ez, amit a Matrix a kezünkbe adott. Ahogy a Matrix a dolgok lényegére rátekint, teljesen újszerű. A természettudományos módszerek a mai embert már nem elégítik ki. Felismeréseket kell tennünk magasabb rendekbe, hogy a kérdéseinkre választ kapjunk. A Vatikánban található freskót vetítettem ki elétek. Van egy kristály szerkezet,
amelyet igazán csak azért meg, aki megérti az Atya kezében található teremtő információs hologramot. Nézzétek meg az oltáron található készülék, összeköttetésben van a teremtő kezében lévő hologrammal, teremtő információval. Elő kell készítenünk a jövő útját, mert a jelenünk megrekedt. Ezt a megrekedtséget a 10 természettudomány ágazat idézte elő. Az embert nem csupán atomok és elektronok véletlenszerű terméke, mi nem a káoszból jöttünk, ahogy ezt a tudomány tanítja. A tudomány azt mondja, kezdetben volt a nagy káosz, és abból jött minden. Ha egy kicsit elmerengünk a régi egyiptomi, görög, latin mitológiába, megtaláljuk a káoszt egész pontosan a görög nyelvben, ahol Szet neve, az egyiptomi Szet neve görögül így hangzott, káosz. Az egyiptomi Szet pedig nem másnak, mint a sötétségnek volt, magyarul a sátánnak a neve. Tehát egyiptomi nyelven Szet, a sötétség neve. Görögül káosz, káhaosz, káosz, magyarul sátán. Miből eredezteti a tudomány a föld és a létezők megjelenését? A káoszból, azaz a sötétségből. Egyiptomi nevem, Szetnek a neve, zűrzavar, pusztítás, rontó, ártó, varázslás. Ősi, sötét, tátongó űrt is jelent. Mindezeket testesítette meg Szet, ez az istenség. Ő a rendezetlenség a mitológiában, a görög mitológiában is. Szet, azaz káosz, a rendezetlenség. Akkor mi a Jóisten? Maga a rend, a rendezettség. De a tudomány nem a rendből és a rendezettségből eredezteti az ő alapjait, hanem a rendezetlenségből, a sötétségből. Föltehetnénk a kérdést, kinek a fia akkor?